Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Február 13-án szombaton immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a kislelki disznótoros sokadalom. Stábunk ennek apropóján a rendezvény szervezőivel Horváth Zoltánnal készített interjút. Véget ért az idén immáron harmadik alkalommal megrendezett kislelki disznótoros sokadalom. Milyen programok várták az érdeklődőket? Igazából a hagyományaink szíven a harmadik alkalommal szerveztük meg ezt a városi rendezvényt, ugye a disznótoros sokadalmat. Próbáltunk olyan jellegű programokat is belecsempészni a nap folyamán a városi rendezvény eseményeibe, amik ugye különlegesek egy kicsit, és vendégböllérek is részt vettek ezen az eseményen. Nagy örömünkre szolgált, hogy a napot tényleg ünnepélyes hangulatba tudtuk elkezdeni, ugyanis a Kistelek Városi és a Vándor Rudolf fúvó zenekara fanfárt fújt, ez megadta ugye a nap ünnepélyes hangulatát, illetve Antal Imre plébános úr megáldotta a nap eseményeit, és nyilván ezután kezdetét vette a disznótoros. A disznófogó pálinka elfogyasztása után a böllér csapatot, ugye a vendég bölléreink is, és a helyi böllérek csapata elfoglalták a helyüket a sátrakban, és kezdetét vette a disznótor előkészlete, ugye maga a disznóvágás. Érkeztek hozzánk Tolna megyéből hentesek, akik bemutatták nyilván a területükre jellemző ízeket, szokásokat, ugye a sertésfeldolgozása kapcsán, és ők is nagyon szép számban kóstoltattak. Ők voltak a Schwab-Schwein csapat, illetve érkeztek Gyuláról is hentesek, ők a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületének csapata, akik szintén egy kis innyentséget, egy kis gasztronómiai kóstolót készítettek. A speciális ételüknek a neve az volt, hogy cigányka. Ez egy érdekes étel, és nagyon közkedvelt lett így a nap folyamán. Valamint az olasz testvérvárosunk Borgerecséből is érkezett csapat, ugye Giuseppe Varacali polgármester úr böllér csapata tette tiszteletét városunkba, és ők is a pikáns ízeket mutatták be, készítettek disznótoros tésztát, ami jellemző olasz fűszerekkel készült, és nyilván sertés alapanyagból, de készítettek sült húst is, és egy érdekes disznótoros étel, a kalábriai kolbász is ugye terítékre került. A helyi csapatok közül nagyon nagy köszönetet szeretnénk mondani a kistelki kertbarátoknak és kertészeknek, akik kezdetek óta részt vesznek a rendezvényen, és ők babgulyást készítettek és kóstoltattak a nap folyamán, valamint a kisteleki, ugye Városi Nyugdíjas Klub tagjai is segítettek a töltött káposzta készítésbe, de jelen voltak a kisteleki veterán autós és motoros baráti kör tagjai is, akik gulyás ágyúból kínálták az ételt, tehát ez is egy látványossága volt a városi rendezvényünknek. Ugye kora reggeltől kezdődött a kóstoltatás, tehát reggelire volt sült vér, sült hús, majd menet közben nyilván készült tepertő is, amit kóstolhatott a közönség. Ugyanakkor vásárlásra is volt lehetőség, ugyanis a gyulai hentesek kitelepültek egy standa, valamint az Aqua Hotel jó voltából is lehetett vásárolni a disznótoros ételeket. A nap folyamán voltak kísérő programok is. Nyilván a fő központi eleme ennek a rendezvénynek ugye a disznóvágás, és e köré mi kulturális programokat is szerveztünk. Az időjárás annyira nem kedvezett, mert szabad térbe kellett, hogy megrendezzük ezeket az eseményeket. A rossz idő ellenére ugye szép számban jöttek érdeklődők a rendezvényünkre. A napkísérő elemei programjai, mint már mondtam, föllépett a Globvándorok Társulata, Tari József egy személyben kint a szabadtéri színpadon adott hangulatos zenét, ami folyamatosan szólt a nap folyamán, valamint fellépett az idősebb Vándor Rudolf fúvós zenekar, akik térzenét adtak a Szent László téren, illetve Törőcsik István és Sövény Tibor jó voltából kicsit betekintést nyerhetett a közönség a falusi hagyományos disznóvágás szokás világába, tehát ők tartottak előadást a téren. Az este folyamán pedig a sportcsarnok volt a programoknak a helyszíne,
ugyanis megrendeztük az idén is a farsangi jelmezversenyt, amire csapatok is jelentkeztek, de voltak önálló produkciók is, illetve a legfontosabb eleme, talán kiemelt eleme a rendezvényünknek a disznótoros verseny, amelyre különböző kategóriákban lehetett nevezni. Hirdettük a levesek kategóriáját, húrka, kolbász, töltött káposzta, fánkalács, és ugye elengedhetetlen volt az idén is a házi pálinka, ami szerintem az egyik legkedveltebb kategória. Ezt bátran kimerem jelenteni. Szép számban neveztek a csapatok is erre a versenyre, és az első három helyezettet díjazta a szakmai zsűri. Az idén első alkalommal Kistekváros polgármestere Nagy Sándor úr Böllér diplomákat osztott ki azoknak a csapatoknak, akik ugye rendhagyó módon az idén is részt vettek a sertések földolgozásában, magában a disznóvágásban, illetve az ide érkező vendégböllérek is kaptak Böllér diplomát. Az este bállal zárult, az Udvardi Band zenekar. Köszönhetően tényleg egy jó hangulat kerekedett a sportcsarnokban, és mindenki táncra perdült. Jövőre is megrendezésre kerül esetleg ez a rendezvény? Igen, igazából a visszajelzések alapján, illetve a növekvő csapatlétszám alapján, mert tényleg az idén már közel 800 főt vacsoráztattunk a sportcsarnokban, és ez egyre inkább, én úgy gondolom, hogy növekvő tendenciát mutat. Mindezekre alapozva, ezekre a tényezőkre alapozva szeretnénk a jövőbe is megrendezni ezt a rendezvényt, és évre tényleg hagyományőrző jelleggel ezt megszervezni. Bácskai Dániel, az Ifjú Kistelkek Szövetségének elnöke a szervezésünkben lezajlott programokról, valamint a közelgő lampartiról is beszélt stábunknak. Február 13-án került sor egy farsangi beöltözős bára az X szervezésében, itt az ifjúsági házban. Mit tudnál nekünk erről mondani, milyen programokkal vártátok a érdeklődőket, illetve volt valamilyen belépő, tehát fizetni kellett érte, vagy ingyenes volt a belépés? A rendezvényünk ugyebár február 13-án este 9-kor került megrendezésre, farsangi beöltözős bánévem. Annyit kell tudni a rendezvényről, hogy ugye nekünk általában belépős rendezvényeink nem nagyon szoktak lenni. Ez is teljes mértékben ingyenes volt, annyihoz volt kötve a történet, hogy ugye a belépő díja a rendezvénynek az annyi, hogy feltétlenül öltözzenek be. Elég egy maszk is, elég egy arcfestés is, bármi is, de az ott lévő emberek úgy nézzenek ki, hogy azért mindannyian valamilyen szinten farsangi maszkabába vannak, szóval hogy mégiscsak legyenek beöltözve. Nagyon sok érdekes jelmez alakult ki. Itt külön kiemelném Remzsi Olivér apáca jelmezét, amin nagyon jót nevettünk. Emellett volt katonatiszt, emellett volt mafiózó, szamuráj, orvos, rengetegféle jelmez született a rendezvényre, és hát egyértelműen, hogy beleszólt a rendezvénybe az, hogy előtte nap volt szallagtűző, így annyi fiatal nem érkezett a rendezvényre, de ennek ellenére persze sikeresnek könyveljük el a rendezvényt. Voltak esetleg akkor programok is ezen a rendezvényen, vagy tényleg csak úgymond mulatozás volt a lényeg? Itt mi mindig azt szoktuk csinálni, mint hogy a farsangi disznótoroson is este igazából a kikapcsolódásé, a mulatásé a hang. Így mi is úgy csináltuk, hogy itt is ezen a rendezvényen nem volt kimondottan program, szólt a zene, ételt azt biztosítottunk, üdítőt is biztosítottunk, és ott elbeszélgettünk, elnevetgéltünk, jól éreztük magunkat, semmi kötöttség nem volt, semmi program nem volt, ez teljes mértékben mondhatjuk egy buli volt az érdeklődők számára. A kisteleki disznótoros sokadalomból is kivette ugye az X a részét. Mivel készültetek arra a napra? Pörköltet főztünk az ifjúsági ház udvarában, disznópörköltet reggeli óráktól. Ezt délutánra készítettük el. Az egyik része kínálásra ment a kinti érdeklődők számára, és úgy csináltuk az egészet, hogy ugye reggel fölraktuk a pörköltet, szépen elkészült, amiben a segítséget ezúton is köszönöm szépen Remzső Fanninak, Katona Dánielnek, Mészáros Attilának és Mészáros Zsoltnak, hiszen így készítettük el ezt a pörköltet. Igaz, az elején egy kicsit döcögös volt, mert még senki nem csinált bográcsban pörköltet, de mi úgy gondoljuk, hogy a végeredmény jól sikerült, és hogy finom lett a pörkölt. Milyen programok várhatók még a közeljövőben? Tudnál erről még egy kicsit mesélni? Az Ifjú Kistelekiek Szövetsége február 19-ére kirándulást szervezett. Eddig 11 fő jelentkezett
a kirándulásra. A kirándulás ne úgy képzeljük, hogy biciklitúrázni megyünk, vagy valami, ez ugye majd a nyári jó időszakban, amikor jó idő lesz, akkor fog majd megvalósulni. Ez a rendezvény most tulajdonképpen egy mozizás lesz. Elviszik őket az egyik mostani kassza siker szuperhősös filmet megnézni, és hát a 17:40-es vetítésre fogunk érkezni. Ezúton is, aki még esetleg csatlakozni akar a vetítéshez, vagy bármi, azt nagyon sok szeretettel várjuk, és látjuk őket. Február 20-án a Lampartin, ez ugye a művelődési házban kerül majd megrendezésre, ez a szokásos Lampartink lesz. Annyiban módosult a történet az előzőhöz képest, hogy előjelentkezés kellett a versenyre, játszani be lehet jönni egész nyugodtan, de a versenyeket szigorúan előjelentkezéshez kötöttük, ugyanis voltak csúszások az miatt, hogy a helyszínen jelentkeztek, volt, aki később esetben is még szeretett volna a versenyekhez csatlakozni, most kimondottan megkötöttük a kezüket, hogy előjelentkezés van a versenyekhez. Ezúton is köszönjük szépen a GameStar magazinnak és a Kingston Magyarországnak, hogy támogatják a díjazását a rendezvénynek. Jelen pillanatban úgy van, hogy a népszerű MOBA játékból, a Flagensből lesz verseny. A többibe eléggé kevés érdeklődő érkezett, így úgymond egy ilyen belső verseny lesz majd köztük, egy belső viaskodása a rendezvény folyamán, de kimondott díjazott verseny ebből az egy játékból lesz, mert ugye... laikusok számára el kell azt mondani, ugye ma jelen pillanatban a világon az internetes játékok közül, meg a számítógépes játékok közül ez az, amit a legtöbben űznek. Ez, ami mondhatni így a fősodrat, ami a legnépszerűbb, és hát akkor mi is követjük mondhatni a trendet, és ebből a versenyből tartunk megmérettetést. Az Ifjú Kistelekiek Szövetsége képviselte magát a Szallagtűzőn is, így a múltba visszakanyarodva. Nagyon sok szervezeti tagunknak tűzték ugye a szallagot most a rendezvény folyamán, emellett nagyon sok szervezeti tag és ifjúsági házba bejáró fiatal biztosította a műsort, így úgy éreztük, hogy feltétlen meg kell jelennünk, és akkor eléggé nagy létszámba képviseltük magunkat a rendezvényen, és hát mégiscsak büszkék vagyunk rájuk, hogy tényleg eljutottak idáig, a szallagot tűzik, és hát szorítunk nekik az érettségihez, meg a tovább tanuláshoz. Következő felvételünkön a Balássai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Virág István és a tavalyi év legaktívabb balássai tűzoltója Boldizsár Ferenc beszél stábunknak az Egyesület történelméről, mindennapjairól, a nemrég pályázaton elnyert új eszközeiről, valamint a tavalyi év legfontosabb kivonulásairól. Mikor alakult a Balássai Önkéntes Tűzoltó Egyesület? Hát a Balássai Tűzoltó Egyesület 1951. július 1-ében alakult meg. 8 fő volt, akkor még nem volt előírás, hogy minimum 10 főnek kell, 8 fő alakította meg az egyesületet, és amire nagyon büszke vagyok, az én édesapám is az alapító tagok között volt. És mit kell tudni a modern Balássai Tűzoltó Egyesületről, hány tag van? Hát a Balássai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, talán egy kicsit végiggörgetném a történetet. Nem nagy bravúr kitalálni, hogy az idei esztendőben leszünk 65 évesek. A település egyik legnagyobb múltú egyesületről beszélhetünk, hiszen de vannak egyébként a megyében, meg az országban 120-130 éves egyesületek is, de itt, mivel a Balássa község kialakulásában szinte azonos időben jött létre az egyesület, így ez nagyon régi. 40 fő tagunk van jelen pillanatban, ebből el kell mondani, hogy 28 tag rendelkezik valamilyen képesítéssel, tehát olyan jellegű képesítéssel, szakmai képesítéssel, amivel tűzoltásra, műszaki mentésben részt vehet, részt tud venni. Nemrégiben a Balássai Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázaton több fontos, a tűzoltáshoz szükséges eszközt nyerte. Mik ezek, és mire fogják ezeket használni? Hát a Balássai Tűzoltó Egyesületnek az egyik legfőbb támogatója a Balássai Önkormányzat, ezt mindenképpen meg kell, hogy említsem. Ezen kívül magunkat pályázatokból tudjuk fönntartani, és hát a település a lakossági támogatásokból. A legutóbbi pályázaton talán oda mennék vissza, hogy tavalyi esztendőben defibrillátor készüléket szerettünk volna vásárolni, erre adtunk be egy pályázatot, azon 460 000 forintot nyertünk, és a település lakossága adta össze a
hozzá szükséges 400 ezer forintot, de sikerült megvásárolnunk, úgyhogy van az önkormányzat a településnek, az önkéntes egyesület tulajdonában lévő defibrillátor készüléke, amiről megfelelő számú személy kiképzéséről is gondoskodtunk, úgyhogy ez működik ez a dolog. A további pályázatok kapcsán a OKF, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Tűzoltó Szövetség, Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatot írt ki, eszközpályázatot. Erről azt kell tudni, hogy nem konkrétan pénzeszközt kapunk, hanem a pályázaton megjelölt eszközökre lehetett pályázni. A mi egyesületünk 800 ezer forint értékű pályázatot adott be, ebből 798 ezer forint értékű eszközt kaptunk. Ez egy 4 kW-os agregátorra, egy nagy teljesítményi motoros láncfűrészre, 2 darab poroltó készülékre, 1 darab haboltó készülékre és egy nagyon modern sugárcsőre, aminek értéke 163 ezer forint, nem kis összeg. Hát az agregátorra azért volt szükségünk, hiszen van nekünk egy kisebb teljesítményi agregátorunk, de műszaki mentéseknél, baleseteknél is részt szoktunk venni, és a úgynevezett feszítővágó készülékünk az elektromos, és a kis agregátor nem minden esetben tudta ezt működtetni. Ezt most kicseréljük. Valamint meg kell említeni a viharkárokat a településen, illetve hát a tavalyi esztendőben a megyében is. Egy kisebb láncfűrészsel rendelkezünk, és most kaptunk egy nagyot is, hogy tudjunk fát vágni. Egyébként az önkéntes tűzoltó egyesületnek a felszerelései szinte azonos felszereléseink vannak a hivatásos tűzoltóságokkal. Egy picit amilyenk nem annyira modern, de működőképes és hatékony. Tehát, mint ahogy említettem, az egyesületünknek jelen pillanatban 40 tagja van, és külön öröm számunkra, hogy 7 fő hivatásos tagunk van, akik egyébként a szegedi hivatásos tűzoltó parancsnokságon dolgoznak, és hát szabad idejüket feláldozzák az itteni tevékenységre is. A szakmai segítséget nyilvánvaló elsősorban tőlük kapjuk, de hát a többi tagunk is megvan nekik az alapképzettsége. Önök nem csak tűzesetekhez, illetve katasztrófa helyzetekben vonulnak ki, hanem egyéb közösségi munkákat is elvégeznek. Mik ezek a közösségi munkák? Hát a tűzoltás és a műszaki mentésen túlmenően ki szoktunk azért szabadulni egy kicsit, ahogy mondom, a szertárunkból, és hát most hirdettünk egy országos felhívást. Tavaly esztendőben volt egy felhívás a polgárőrségnek, hogy ültessen minden civil szervezet egy fát a településen. Most ezt a gondolatot tovább széve és ideológiát gyártva hozzá. Ezek a fák még nem nőttek meg annyira, hogy a madarak fészket rakjanak rá, ezért aztán mi egy olyan felhívást adtunk közre, hogy minden civil szervezet, egyesület, intézmények, magánvállalkozók, magánszemélyek csatlakozzanak hozzá, hogy egy-egy költőadót helyezzenek ki a településen. Nagy sikere van, az ország több pontjáról érdeklődnek már ez iránt. Van egy oldala is, Madárodók néven, és Balázsa községben a polgárőrök, horgászok, vadászok, különböző vállalkozók már gyártják az adókat, úgyhogy egy nagyobb létszámú költőadót fogunk kihelyezni, terv szerint március 7-i napon. Boldizsán Ferenc vagyok, a Balázsa önkéntes tűzoltó egyesület tagja. Szeretnék beszámolni a múlt évben kivonult eseményekről. Összes vonulásunk a múlt esztendőben 47 esetben valamilyen tevékenységre vonultunk ki. Meg szeretném említeni, ebből 21 konkrétan tűzeset volt. Itt a tűzeseteknél szeretném kiemelni a két nagyobb káresetet. Ami először volt, az a Csengele, Ópusztaszer, Kistelek, Pusztaszer érintette a hatalmas viharkár, amin több hektáron nagy átmérő fák dőltek ki. Ott vettünk részt a hivatásos tűzoltókkal együtt.
Ez volt az egyik kiemelt kábeset, a másik a 152-es kilométer kőnél, a régi 5-ös úton, 5-6 hektáron magas hű gabona tábleégett, 3 tanyát veszélyeztetett. Mivel a hivatásos tűzoltóknak terepjáró autóval nem rendelkeztek, mi autón bírt mozogni a bent lévő rosszabb utakon, területeken, így 3 tanyát is megbírtunk menteni a tűzkártól. Hát ez mellett voltak még ugye a kisebb kivonulások, nem mondom, hogy nagyon kicsik, de azért a 2 ez a, ami fontos, amit ki kellett emelni. Na most ez mellett volt 14 műszaki mentésünk. Műszaki mentés alatt érteni kell itt a... Hát ide tartoznak még a viharkárok, ugye a fakidülések, akkor a balesetek. Itt a baleseteknél általában legtöbbet az M5-ös autópályára vonultunk, mivel Kisterekön őrs működik, tehát nem hivatásos, de hivatásos őrs. Tehát nem hivatásos parancsnokság, hogy több autóval rendelkezik, egy autóval rendelkeznek, ezáltal ha ők vonulnak műszaki mentéshez. Az M5-ös autópályára Kisterek vonzás körzetébe, akkor föltétlen kapjuk mi is a riasztást, és velük együtt működve ezeket a műszaki mentéseket meg tudjuk oldani. Amennyibe sajnos nagyobb baleset történik, akkor nyilván Szegedről is kapjuk a további segítséget. Ezek mellett még vannak rendezvénybiztosítások, falunapok, böllérnapok, Ópuszta szerint az emlékműnél mink adjuk állandóan a biztosítást, még Kisterke nem volt ős, most már ugye nem annyira, de augusztus 20-ákat is mink vittük el. Nemrégiben az aktív munkájáért ön egy elismerést kapott. Mégis mi volt ez a díj? Hát ez az elismerés, hogy egy nagyon picivel visszamegyek, mert tavaly előtt is kaptam egy ugyanilyen kitüntetést. Akkor a katasztrófa védelem ismerte kiemelkedő munkámat. Akkor 60, a tavaly előtti évben 67 káleset volt, abból 64 esetben vonultam, és ezt a munkámat ismerték el. A tavalyi évben 47 tűzeset, ebből 45 alkalommal voltam ott, ezt a hivatásos tűzoltóság ismerte el oklevéllel, tárgyutalommal. Itt hozzá szeretném még tenni, hogy ugye ebben azért nagy része volt, akik vonulnak velem, nyilván, hogy így nem lettem volna erre képes, de így sokba hozzábírtam ahhoz járulni. Hát egy nagyon kicsi, hogy el kell ismerni, hogy voltam hivatásos tűzoltó is, tehát szakmai tudás itt is megvan, Pistánál is megvan, úgyhogy itt van egy kis múlt is, hogy 2016. február 20-án szombaton került megrendezésre a Baksi Vőfény találkozó. Az elégkészületekről Cimberné Maszlag Anikót kérdeztük. 2016. február 20-án szombaton a 7. Baksi Vőfény zenész találkozót rendezik meg. Milyen hagyományokra tekint vissza ez a program? Ez a program 7 éve szerveződik, tehát nem véletlen 7. Baksi Vőfély és zenész találkozó a rendezvénynek a tulajdonképpen a neve. Nagyon régóta délalföldi régiókba megrendezésre kerültek ezek a zenész és lakodalmi zenekaroknak a találkozója, illetve a vőfély találkozók, és ebből gyakorlatilag itt Bakson hagyományt teremtettünk, amit a holnapi nap folyamán ugye már 7. éve fogunk megszervezni. Milyen műsorral készülnek a holnapi találkozón? A holnapi találkozón is a hagyománynak megfelelően a helyi néptánc csoportunk gyermekei lépnek fel és adnak egy nagyon színvonalas műsort a rendezvényen, illetve bemutatkoznak a programon résztvevő, illetve a programra jelentkező lakodalmi zenekarok és a lakodalmi régmúltból, úgy mondom a régmúlt időszakból a vőfélyek. Hol tartanak jelenleg az előkészületek?
Hát az előkészületek, mint ahogy itt a háttérben is látszik, már eléggé előre haladott állapotba tartanak. Tulajdonképpen a terítés van még hátra. Várjuk a segítségeket, és a vacsorához készítjük elő gyakorlatilag a terítéket. Itt azért ki kell emelnem, hogy az összefogó szülői gárda, aki a néptánc csoportot támogatja, illetve a településen a gyermekeinket támogatják, tehát ezeknek a szülőknek a munkáját ki kell emelnem. Ki kell emelnem a helyi hagyományőrző egyesületnek a tagjait, aminek természetesen aminek a szervezésébe létrejöhet ez a rendezvény. Ki kell emelnem a helyi non-profit KFT-nek a munkatársait, vezetőjét, dolgozójait, illetve Baksközség önkormányzatának a vezetőit. Előreláthatólag milyen népszerűségnek örvend ez a program? Az elmúlt 6 évben is teltházzal bírt gyakorlatilag a rendezvényünk, és most is örömmel mondhatom, hogy ismételten teltházzal vagyunk a holnapi programra. Garázdaság vétsége miatt indított büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya egy dóci lakos ellen, aki 2016. február 13-án a kora délutáni órákban összeszólalkozott több személlyel a Baksi buszmegálló mellett található szórakozó helyen. A vita tetlegességig fajult. Ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök 2016. február 13-án a késő délutáni órákban az 5-ös számú főúton Pusztaszel külterületén. A gépkocsi vezetőjével szemben alkalmazott elektromos alkoholteszter pozitív eredményt mutatott, ezért a csengelei férfit elfogták és mintavételre előállították. A mért értékre tekintettel büntetőeljárás indult az ittas személlyel szemben. 2016. február 16-án a reggeli órákban az 5-ös számú főúton Pusztaszer külterületén őzugrott féktávolságon belül egy Kiskunfélegyháza irányából Kistelek irányába közlekedő személygépkocsi elé, amelyet a gépkocsi elütött. A gépkocsiban dologi kár keletkezett. A gépjárművezető részéről szabályszegés nem volt megállapítható. Biztonsági intézkedés keretében szállítottak a mentők egy kisteleki gyógyszermérgezett férfit Kistelek belterületéről 2016. február 16-án a kora esti órákban az orvosi ügyeletre, mivel a személy a mentőszolgálat munkatársaival nem volt hajlandó együttműködni. A kistelki disznótoros sokadalomra az opuszeszeri Fagyas Jenőné Pirinéni kemencében sütött kenyérrel és kenyérlángossal készült a rendezvényre kilátogatók nagy örömére. Következő felvételünkön a Pirinénivel készített interjúkat tekinthetik meg. A kisteleki disznótoros sokadalom keretein belülön kenyeret és kenyérlángos sütött. Mióta foglalkozik kenyérsütéssel és most itt milyen pék süteményekkel készült? Hát én mostan kenyérsütésre készültem, és kenyérlángosra. Más sütemény nem készült erre a rendezvényre. És ez most hol? Hát ma kezdtük el 9 órakor. Akkor kezdtük, tehát én a tésztát bedagasztottam, volt segítségem, aki segített fűteni. A tésztát én készítettem, és elmondom, hogy először morzsogatkát, odahaza kiszárított morzsogatkát készítek, és akkor abból kovász, és akkor a kovászból készítek 1 kiló liszt, 2 deka só, 3 deka élesztő, 8 deka reszelt nyers burgonya, élesztő, és akkor
langyos víz, só, két deka só. És azt szépen finoman kimunkálom, kidagasztom, letakarom, és akkor még egyszer újra dagasztom. És aztán szépen szakajtókba kiszakajtom, amikor a kemencebe van fűtve, akkor szépen bevetem. És akkor vigyázok rá, hogy a gőz leengedjem róla. A kenyérlángos pedig úgy sütöm, ugyanebből a tésztából, hogy a kemence alján kettesíve, a piszkafával a parázs mellett pörgetem. Mióta foglalkozik kenyérsütéssel, és kitől tanulta meg a recepteket? Az édesanyámtól. A gyerekkoromban, tehát ez nekem megmaradt a gyerekkoromban, ez a kenyérsütés az édesanyámtól tanultam meg. A harmadik kistelki disznótoros sokadalom alkalmával Törőcsik István a disznóvágás hagyományairól beszél stábunknak. Bár elérkezett a kisteleki disznótoros sokadalom napja, és ugye ezen alkalomból ön fog tartani egy előadást a disznóvágás hagyományairól. Mit lehet tudni pontosabban a disznóvágásról, illetve tényleg milyen hagyományokra tekint ez vissza? Rengeteg hagyománya volt, már a disznóvágás idejének a kijelölésétől elkezdve a feldolgozás, bontás, főszedés munkamenetén át a disznóvágást követő disznótor és az azokhoz tartozó mindenféle játékok, bohóckodás, alakoskodás, stb. Kántálás, egyéb szokások. Na, akkor menjünk kicsit sorba. Hát régen a disznóvágáshoz hagyományosan késő ősszel-kora télen volt. Hát hogyha nevesíteni akarjuk az időpontot, akkor András naptól, ez november 30-a, nagyjából disznóölő Szent Tamás napjáig, ami december 21-e, hát ugye az ünnepek előtt praktikus volt ezt befejezni, karácsony előtt még, és ekkor rá is értek, már mezei munkák nem nagyon voltak. Az időjárás is alkalmatos volt, hiszen ma ugye evidensnek tartjuk a fagyasztó és a hűtőláda, fagyasztó, szekrény, hűtőház találmányokat. Viszont régen ugye volt jégverem, de általában paraszti háztartásban füstöléssel, sózással, illetve a faggyal vagy zsírbalesütéssel tartósítottak. Tehát ez a december első felének vagy közepéig, végéig tartó időszak volt az, ami a disznóvágás időpontja volt. Hétvégén nagyon ritkán csinálták, illetve hagyományos paraszti kultúrában sose, hiszen akkor az az ünnep, illetve a pihenés időszaka volt, általában hétfőn kerítettek rá sort. Újholdkor sosem vágtak disznót, úgyhogy mindenféle ilyen részben már mágikus világba és gondolkodásba visszanyúló dolgok voltak, amik a körülményeket meghatározták. Természetesen, hogyha a disznó beteg volt, nem jött ki az orrból, nem tudott lábra állni, csontja tört, akkor nem volt kecmec, akkor le kellett vágni a szokástól, hagyománytól és az időjárástól teljesen függetlenül. De a régi világban ez is könnyebb volt, hiszen volt olyan például Pap Imre szentesi parasztember visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy egyszerűen a szatócsboltos vasárnap délután főzőgették ebéd utáni álomból, és megkérték szépen, hogy adjon ki hozzávalókat, fűszereket, hiszen ezek nem voltak raktáron paraszti háztartásban. Volt, ami volt, de például a kásának való, hurkába való rist meg kellett venni, amikor már azt használtak, nagyjából ugye a század előttől kezdve, illetve borsot például, hát az nem termett meg a parasztudvarokban. Miben másabb a mostani modern disznóvágás a régiekhez képest? Hát egyrészt a szervezettségi formája, ugye faluhelyen, illetve hát olyan kisvárosban, mint Kistelek is, ugye még megvannak a hagyományos közösségek, illetve megvannak a szaktudó mesterek, a böllérek, úgyhogy tehát a tudás nagy része, főleg ami technikai tudás, tehát a bontás, főszedés, zsigerelés, illetve utána következő készítési fázisokhoz szükséges, az mind megvan. Változott nagyjából 100 év alatt nagyon sokat az eszközkészlet. Hiszen belegondolunk, hogy például a hurka és a kolbásztöltő, még ez a hastöltő, ugye, ami néprajzi múzeumokban, tájházakban szokott lenni, és amivel találkozik az ember, illetve amire az idősebbek visszaemlékeznek, a bádok töltő, a piszli vagy sütyű, az is egy új, viszonylag új találmány, hogyha mondjuk egy 100 év távlatából nézzük, hiszen a század előn például a hurkát még marha
marha szarba töltötték, tehát egy olyan toszogatónak nevezett eszközzel, ami természetes volt, hiszen a marhatartó családnál, vagy pásztorkodással foglalkozó vidéken könnyen kerítettek marhaszarvat, ezért se kellett a bódba menni. A végét lefűrészelték, és akkor szépen erre húzták föl a belet, ezzel töltötték. Más volt például, amikor még a böllérrel ment a böllér asszony is, tehát a felesége, aki ugye az asszonyokat vezényelte. Tehát a bélmosás, ugye már ritkán használtak bolti belet, esetleg marha vagy lóbelet vettek kulennek, kulárénak, ezt hívták sejönbélnek, a lóbelet például, és akkor ezt csak háztatni kellett kis sós ecetes vízbe, de paraszti háztartásból akkor mosták ki a belet is, és akkor tisztították meg, úgyhogy egyfajta verseny is kialakult, és egyfajta folyamatos évődés volt. Az emberek folyamatosan piszkálták az asszonyokat, illetve vice versa, ki készül el a munkájával hamarabb, ugye lehet-e már tőteni a hurkát, kóbászt, ki van-e már a bél mosva. A belet egyébként úgy állapították meg nagyon praktikusan, hogy elég tiszta-e már. Hát egyfelől ugye szagolgatták, és kialakult valami konszenzus. Másfelől volt egy exakt tudományos módja, meszelt falhoz hozzá kellett csapni, és hogyha ha fönnmaradt a bél, akkor elég tiszta volt. A fizikai hátterét nem ismerem a dolognak, talán valami ezzel foglalkozó szakember biztos tudja igazolni, hogy biztos volt ennek valami természettudományos háttere is, de minden esetre ez volt a bevett szokás. Később a hurka kolbász töltésnél is, aki hamarabb elkészült a munkájával, tehát hogyha az asszonyok készültek el a hurkával, akkor a böllérnek a nyakába akasztották a kész hurkát, illetve fordítva a böllér asszony is kapott egy szál kolbászt, mert az emberek azt töltötték. És tehát az eszközkészlet nagyon sokat változott, például még század előn még tőkén vágták össze a húst két bárdal, vagy voltak, akik úgy tartották, hogy a bárd nagyon összetöri a húst, tehát a húsnak a szerkezetét, és akkor inkább éles kés. Hát nagyon aprólékos, piszlicsáré munka volt ez, de megadták neki a módját, annál is inkább, mert a töltésnél nem volt mindegy, hogy mekkora, milyen darabokban van a hús. Az ízvilág, a fűszerezés sokat nem változott. Meg kell említenünk, hogy nagyon sok sváb eredetű szokás beszivárgott, hát például a koppasztás a disznó feldolgozásánál, tehát már legelőször a szőr leszedésénél. Például a magyar nyelvterületen nem volt szokás. Palánki német lakosoktól, illetve Torontába telepített sváboktól tanult el a magyarság. Már aki eltanulta, mert ugye a szalmával, majd később fával, illetve most gázzal való és az általánosnak mondható. Hát azért ezt a füstölt ízt a szalonna bőrön, azt azért muszáj, illetve hát van például a tömörkének van egy nagyon jó leírása erre vonatkozóan, hogy még azok is, akiknek nem volt tehetségük, pénzre nem volt kocsijuk, amivel kivigyék a disznót perzsölni a falu szélre, hiszen náttetős házak között, illetve mindenféle kóré épületek, mellék épületek között életveszélyes volt perzsölni, főleg, hogyha szél volt. Tehát kivitték a falu szélén Tisza átérbe, Kubik gödörbe, valami olyan általában ilyen gödrös részre, vályogvető gödrök minden falu szélén voltak, több is, ahol a szél kevésbé érte, illetve nem okoztak tüzet. De aki például otthon kopasztott valamiféle kádba, vagy dézsába, az is egy kis szalmára beruházott, és egy kis hűstízt adjon a bőrnek, legalább annyit csinál. Tehát nagyon sok minden változott. Igazából az ételeink, tehát az, ahogy a disznó elkészül, és ami féleképpen elkészülnek ezek, ez olyan jelentősen nem. Sváb eredetű például a svartli, vagy vartlinak is mondják, töltött bendő, tehát a disznó sajt, ugye, ahogy már magyarosan mondjuk, ez például a hagyományos paraszti háztartásban nem abálva, főve, és utána préselve volt elkészítve, hanem fölfüstölve. Tehát sok apróság változott, talán a hangulat az, ami nem igazán szerencsére. A most következőkben a Kisner Istvánnak készített interjúnkat tekinthetik meg, melyben a Kistelki Ebterepre február hónapban érkezett újabb kutyákról számol be. Most februárban hány új kutya került ide a Kisteleki Ebterepre, és mi az ő történetük? A mai napig 13 kutyus került be a telepre. A
Ebből volt olyan, ami gazdás volt, és azokat visszaadtuk a gazdájának. Jelenleg 5 kutyus van bent, meg ideglenesben van kint 3 8-7-es kiskutyánk, akiket majd örökbe szeretnénk adni, de ugye telepre ezeket nem szoktuk behozni. Hát az első kennelben egy pitbull van, ő már a múltkori riportkor is itt volt, egy bűncselekmény folytán került be hozzánk, egyelőre a rendőrség még nem engedte meg, hogy továbbadjuk, örökbe adjuk. A kettes kennelben egy tanyáról behozott kutya, őnek ez a történet, hogy ott támadta a birkákat, és ezért lett befogva, gazdája nem volt. A hármas kennelben egy labrador keverék kutya van, ő nagyon aranyos, kezes kutyus, ő a tegnapi napon került be hozzánk. A négyes kennelben egy tacsi van, a törött lábbal került be hozzánk, valószínűleg, hogy autó üthette el. Már most jól van, rá tud lépni a lábára, ő is egy 3 éves aranyos kutya. A négyes kennelben egy beteg kutyus van, ő nagyon rossz lesuhányodott állapotba került be hozzánk. Jelen állás szerint őt el fogják vinni Pestre, és ott kórházba, kutya állatkórházba fogják tovább gyógyítani. Ennyi kutyusunk van jelenleg. Most következő mesefelolvasásunkban a Törpeszarvas és a Batkan című jávai népmesét hallgathatják meg kicsik és nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! A Törpeszarvas és a Batkan. Jávai népmese. Egy szép napon melánduk, a törpeszarvas éppen az erdőben sétálgatott, amikor meglátta lambót, a Batkant. A Batkan túrta, fúrta, dagasztotta a sarat, ennivalót keresett, gyökeret, férget, bogarat. Nem is törődött azzal, hogy mennyire csatakos lesz. Nem érdekelte semmi más, csak az evés. Szép jó reggelt, melanduk! Köszöntötte a Batkan a törpeszarvast, mert nagyon szerette. De a törpeszarvas nem sokat törődött a Batkan kedvességével, csak ennyit vetett oda kurtán furcsá. Hű, de rettenetesen csatakos vagy! Ez bizony nem volt szép a törpeszarvastól. Hát, ahogyan kutassa ő most már föl az ennivalóját, a Batkan, aki csak túrni, fúrni tud, nem igaz? Elszégyelte magát Lambó, hogy így rápirítottak, nem is válaszolt. Aztán mégiscsak erőt vett magán, aztán azt mondta. Hová mész, melanduk? Én bizony éppen a király palotájába, füllentette a törpeszarvas. Lambó tisztelettel mérte végig melandukot, még sohasem volt ilyen tekintélyes barátja. Nem akarsz velem jönni? Köszöntsük együtt a királyt, az én nagy barátomat, folytatta melanduk. Kapva kapott az alkalmon Melambó. Jól van, mondta a törpeszarvas, de elő fürödj meg a tóban. Igaza van melanduknak, gondolta Lambó, hiszen aki a királyhoz megy, az legyen tiszta és rendes. Visszajött Lambó, de melanduk még nem volt megelégedve vele. Ennyi de rendetlen vagy? No, majd kötök koszorút a fejedre. Milyen kedves ez a melanduk, gondolta magába a jámbor Lambó. Melanduk meg alig tudta visszafolytani a nevetését. A virágot sehogy sem tudtak a helyükön maradni, Lambó sörtéi között. Mit tette erre a haszontalan melanduk? Csupa tüskés, tövises virágot szakított, minden tüskéjénél fogva tűzte bele a Batkan nyakába, fejébe. Potyogott is a könnye szegély Lambónak, de kiáltani nem kiáltott. Ha valaki szép akar lenni, szenvedhet egy kicsit, gondolta, de legszívesebbe üvöltött volna kínjában. Végre melanduk, megelégelt a dolgot, és elindultak a királyhoz. Ott kocogott Lambó fölvirágozva, melanduk nyomába, időről időre megkérdezte a törpeszarvast. Soká érünk még ahhoz a királyhoz? Nem tévesztettük el az utat? Dehogy tévesztettük, jó úton vagyunk, felelte a haszontalan törpeszarvas. De a végén csak nem bírta tovább, kirobbant belőle a nevetés. Hanem, hogy te mekkora szamár vagy, hát elhitted, hogy csak úgy elmehetünk a királyhoz, hogy én egyáltalán ismerhetem a királyt.
Te hiszen azt mondtad, hogy ismered. Becsaptalak. Te vagy a legnagyobb bolond a világon. Úgy. Szóval a bolondját járattad velem. És ennyi fájdalmat tűrtem el, teljesen hiába. Hát ez nem volt szép, Melanduk. Ott is hagyta a vatkan a törpe szarvast. Berohant a bozótba, így akart megszabadulni a tüskéktől. Sikerült is, de nagyon megszenvedett vele. A törpe szarvas mégsem sajnálta meg, csak csúfolta és kinevette. Nem is járt együtt aztán a vatkan a törpe szarvassal. Lambó nagyon mérges volt, a sebei még egyre sajogtak. És ami még ennél is jobban fájt, a rettenetesen szégyelte Lambót, a tulajdon ostobaságát is. Gondolhatta volna, hogy a törpeszarvas őt is rá akarja szedni, mert becsap mindenkit. Az a baj, hogy neki lassan jár az esze. Szerencsére ekkor egy szemrevaló pocsolyát talált. Gyorsan belefeküdt, meghempergett kedvére. Hempergés közben nagyon jó ízű gyökerekre bukkant, úgy örült neki, hogy még a haragjáról is megfeledkezett. Melanduk közben csak sétált, sétálgatott, szeretett kóborolni mindenhová, benézni, mert nagyon kíváncsi teremtés volt. Keresett, kapart, cimatolt mindenfelé. Egyszer csak egy nagy halom száraz levél alatt még látott két fényes követ. Na, ezt megszerzem magamnak, gondolta Melanduk. Vesztére nem kavics volt az a két fényes pont, hanem a kígyó szeme. Mert a kígyó, tudja mindenki, nyitott szemmel alszik. Ez is aludt az avarba bújva. A sok levéltől Melanduk nem vette észre a testét. De mihelyt kotorni kezdett a szeme körül, fölébresztette a kígyót, megragadta a törpeszarvast, és halálra akarta szorítani. Kiáltozott Melanduk, kapálózott, de hiába. Ott volt ám a közelben Lambó is, és meghallotta a jajveszékelést. Melanduk bajban van, gondolta, és rögtön a segítségére rohant. Ez igazán szép volt, mert a törpeszarvas nem is olyan régen még bizony csúfosan elbánt vele. Látta Lambó, ahogy ott vergődik a barátja a kígyó szorításában, és nincs már ereje kiszabadulni. Neki rohant hát a kígyónak, elkapta a fejét, aztán olyan vadul csattogtatta a fogait, hogy hallani lehetett, ahogy ropognak a kígyó csontjai. Nem is eresztette el a szörnyeteget, amíg össze nem roppantotta? Melanduk ájultan hevelt a földön, mikor nagy sokára magához tért, Lambóra esett tekintete. Szerencse, hogy nem történt semmi bajod, mondta a vatkan kedveskedve. Szégyelte a törpe szarvas a múltkori gonoszságát, mert Lambó szemébe nézni nem mert, csak ennyit mondott pironkodva. Te igazán jóságos vagy, Lambó. Megpróbálom én is a te példádat követni. Hát, ha sikerül. A 14. Kistelki téli teremlabdarúgó bajnokság zárónapján játszott egymással az Aquarium Bistro és az AFC Ocskotrans. Az összecsapásnak nagy volt a tétje, hiszen ezen a mérkőzésen dőlt el, hogy mely csapat folytathatja a következő szezonban a küzdelmeket az A ligában. Thank you.
Február 6-án a Kisteleki téli termelőbdrogó bajnokság keretein belül a Plastic Master és a zenekar csapatai mérkőztek meg egymással. A most következő felvételünkön ezt a találkozót tekinthetik meg. Jó szórakozást kívánunk! Thank you.
Thank you.
Következő adásunkat február 23-án kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételénkkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. A szalagtűzőbálon készült felvételénket DVD-n megrendelhetik személyesen vagy e-mailben a kistelek.vtv@gmail.com címen. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!